Vendégem ezúttal a Fekete George, a Carson a frontembere, és nem is tudom tényleg, hogy hol kezdjem, mert ugye 2018-ban alakultatok. 2020-ban az év felfedezetje szakmai díjat zsebeltétek be, most pedig műfai kategóriában diadalmaskodtatok. Álmodoztatok mindenről akkoriban? Hello, sziasztok! <laughs> uh, hogy mondjam így, azért... Uh, az igazsághoz hozzatartozik, hogy az elsődleges cél, az szerintem minden kezdőzenésznél az, az a közönség, a koncertezés, és uh, és főleg ilyeneket lőttünk be. Egyáltalán nem gondoltuk volna, sose nyertünk semmilyen díjat, gimiben, tanulmányi versenyeken szörnyen teljesített mindenki, szóval így nagyon örülünk, hogy végre valaki úgy, úgy döntött, hogy ad egy díjat, de mégis csak a, már bosz, ezt itt mondom, de mégis csak a közönségnek a koncertezés a legfontosabb. Hát és akkor hova tovább? Mert most volt egy MVM domos koncertetek, kaptatok egy ilyen díjat. Mi a következő lépcsőfok? Alapvetően, ami a fő célunk folyamatosan, az az, hogy olyan hogy tudjunk zenét csinálni, és legyen kedvünk zenét csinálni, és az, az most újra el is kezdtük, így vége van az MVM Dómnak, szeptember 20-án játszunk a Budapest Parkban. E, igen, De, meg nagyon sokan hely van még ebben az országban, ahol nem sikerült eljutnunk koncertezéssel, és idén nyáron is igyekszünk ezeket így bepótolni. Picit beszéljünk az albumotokra, amivel végül is megnyertétek ezt a díjat, ez a negyedik albumotok. Négy, a címe mi meglepő. Fel tudod eleveníteni a munkafolyamatot, hogy hogyan állt össze? Ezt uh, a lemezt a kastélyba vettük föl, és uh, azért is tudom felelni, mert az egyetlen alkalom volt, amikor így nem ilyen klasszik stúdió, vagy nem a saját próbatermében stúdióztunk, hanem kifejezetten az volt a koncepció, hogy uh, kimegyünk egy uh, kastélybe, sokat ott voltunk egy hónapot nagyjából, és uh, hát nagyon vicces volt, tényleg az egyik ilyen legjobb ilyen élmény zenekari szinten az, hogy így nyugodtan nem siettünk nagyon a végén, adtunk egy ilyen kis koncertet az ismerőseinek, a barátainak, de nagyon jó volt, tényleg a legjobb, messze a legjobb hangulat a szelvétel. Milyen nyaratok lesz? Mi vár rátok? Intenzív, intenzív, de, de azt hiszem, hogy most ide már egy okosabban csináljuk, így találtunk olyan időszakokat, amikor itt tudunk tényleg pihenni, meg, megalkotni, így nyáron belül. Az eddig, eddig elég így össze-vissza, így vállaltunk a koncerteket, most meg igyekeztünk egy kicsit struktúráltabban. Igen. 2024-ben mit jelent egy ilyen fonogramdíj? Először is a magas labdát, hogy az ember mit kezd vele. Lásd, Krúbis Krisztiánt, vagy a Svarc Edit, még, még nem tudjuk, hogy mit kezdünk vele. Amúgy tényleg örülök annak, hogy van egy olyan platform, ami összefogja ezeket a megjelenéseket. Igen, ezt, ezt. Köszönöm szépen, és gratulálok. Köszönjük szépen.